Szervusz! Köszöntelek a csatornámon. Ahogy a vadételek sorozatban már mondtam, elkezdtem főzni a vaddisznó húsból ételeket. Most ez egy vaddisznó comb, mivel a férjem vadász is hát lőtt egy nagyon szép süldőt, és most ennek a húsából egy, tehát tulajdonképpen ez a vaddisznó comb, amiből egy ilyen gombás ételt fogok készíteni. Ugye kell majd hozzá a gomba, fűszerként babérlevél, köménymag, tárkony, borókabogyó, paprika, hagymák, kettő közepes fej, vagy három fej vörös hagyma, kettő gereszt fokhagyma, amit már elkezdtem itt felmelegíteni, hogy a videó rövidebb legyen, és akkor nézzük a folyamatot. Semmis niksnak, egyszerű és nagyszerű és finom, ez a lényeg, ez a stílusom. És tehát akkor, vagy, és hát valószínűleg, hogy kettő videóba kell majd megmutatnom, mert visszavágni nem tudom. Tehát lesz egy első része és lesz egy második része. Egy picit megsózom a hagymát. A paprika kivételével mindent ide ráborítok. Egy picit. Amikor még Angliában éltem, kis történetet hadd mondjak el. Egy indiai család, kettő indiai család barátom volt, és ott láttam azt, hogy a fűszereket kicsit megtörkölik, és azáltal a fűszereket picit jobban kihozzák az ízüket, tehát hatékonyabbak lesznek. Így. Oké, most már csak főként akkor mutatom a... Így. Igen. És akkor ráhelyezgetem a húsokat. Hát ez 2, 4, 6, 8 szelet. De természetesen össze fog esni. Tehát... Így. Hagyom kifehéredni. Tulajdonképpen megsporolok egy fázist. Az én filozófiám az, hogy az ételek legyenek finomak, egyszerűek, gyorsak és egészségesek. Más nincs. Van egy-két receptem, ami ilyen minden bele, de igazából hát nem nagyon szeretem, hogyha minden van minden ételbe. Így.
szuper. Nagyon köszönöm, nem is húzom tovább az időt. Paprika. Ez édes paprika. És csípősségként gyömbért fogok rárakni, forrt gyömbért. Oké, fűszerezés kész van. Nincs más dolgom, mint hogy felöntsem vízzel. Annyira, hogy ellepje. Nagyon-nagyon pici szódabikarbonát teszek bele, nátront, gyorsabban és puhább lesz. Így gyorsabban állt föl és puhább lesz a hús. Ez egy trükk. Az ízén nem fog változtatni. Így. Oké. Picit megvárom, még a szódabikarbóna habja egy kicsit el kimegy belőle. Rendben. És akkor most annyi dolga van ennek az egésznek, hogy följön meg, és akkor a következő fázisban, amikor már megfőtt, akkor a folytatással következek egy másik, jövök egy másik videóba. Addig is minden jót. Ciao.